A gyöngyösi régiós torna megnyerését követően a legjobb nyolc között elsőként Pest megye legjobbjai ellen lépett pályára a Gerlicki Máté Kis Gábor páros által irányított együttes, amely 4-0-ás vereséget szenvedett. A Bács-Kiskun megye elleni 2-1-es győzelem az elődöntőt jelentette a szabolcsiak számára, amelyen azonban Baranya képviselői 2-0-ra felülmúlták Maricsékat. A bronzmérkőzésen sikerült visszavágni a Pest megyeieknek, így a 3-0-ás győzelemmel a harmadik helyet szerezte meg a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei gárda. A nyolcas döntőre úgy érkeztünk, hogy szeretnénk helytállni, és minél tovább menetelni. Ez most a harmadik helyet jelentette. Persze minden tornának úgy vág neki az ember, meg minden bajnokságnak, hogy az első helyet célozza meg. Aztán később kiderül, hogy ez mennyire volt reális, vagy nem reális. Én úgy gondolom, hogy ez a helyezés, ez valós, ez a harmadik hely. Én, mert nagyon-nagyon-nagyon erős ellenfelekkel kellett felvenni a versenyt. Említhetem csak a Bács-Kiskun megyét, ugye, aki nem került be a 4 közé pont mi általunk. Ez is egy nagyon-nagyon kemény csapat volt, úgyhogy ez a harmadik hely szerintem egy nagyon értékelhető produkció. A csapat 2 hetet készült közösen a tornára. Az együttes gerincét a Gerlicki Máté által irányított megyei első osztályban listavezető Ibrány játékosai alkották. A 19-ből 10 játékos volt először az első tornán, a másodikon 9 játékos volt Ibrányi. Ez mindenféleképpen nagy segítséget jelentett, hiszen ők már tudták, hogy mi az én elképzelésem, illetve ugye Kis Gábor elképzelése erről a szép játékról. Viszont a másik 9 játékos, aki hozzájuk csatlakozott, ez alatt a 2 hét alatt én úgy érzem, hogy teljes mértékben el tudta sajátítani ezt a stílust, és szinte ugyanazt játszotta, amit mi gondoltunk. A tornán a döntőt a világítás meghibásodása miatt nem játszották le, mivel a jövő évi amatőr Európa-bajnokságon nem a győztes csapat, hanem a legjobbakból összeállított együttes képviseli a magyar színeket, több szabolcsi játékosnak is jó esélye van arra, hogy ott legyen a nemzeti válogatott keretében.